Az elmúlt tanév sikerein felbuzdulva a Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskolában működő Kicsinyek kórusa 2014. június 4-e és 8-a között nemzetközi megmérettetésen vett részt a csehországi Olmützben. A Gödöllői Iskola legifjabb énekkara, a B2-es kategóriába nevezett, ahol maximum 12 éves korig 4. és 5. osztályos tanulók vettek részt. A június 4-i főtéri megnyitón a kórusok bemutatkozására került sor. Az Énekek ünnepe elnevezésű rendezvényen 16 kategóriában 54 kórus indult, akik a világ különböző tájairól érkeztek, Amerikától kezdve Európán át Ázsiáig. Nagyon régmúltra tekint vissza, ez már a 42. alkalom volt, hogy ez a kórusverseny megrendezésre került. Amatőr kórusok számára rendezik, óvodáskortól egészen a felnőtt énekesekig, nagyon sokféle kategóriában, és a világ minden pontjáról jönnek rá versenyzők. Ebben az évben honnan érkeztek, fel tudunk-e néhányat sorolni? Volt kórus Szingapúrból, Guam-szigetekről, Fülöp-szigetekről, de a szomszédos Szlovéniából, Oroszországból, és természetesen ugye Magyarországot mi képviseltük. Kik képviselték pontosan Magyarországot az Olmützi versenyen? Az Erkel Ferenc Általános Iskola Kicsinyek kórusa, 4.-5. osztályos gyerekekből álló Kicsinyek kórusa. Hány fővel vettek részt a versenyen, és mivel készültek? 46 fő énekelt a színpadon, és főleg kortárs, illetve 20. századi magyar zeneszerzők műveivel készültünk. Az Erkel Ferenc iskola által képviselt kategóriában 14 kórus mérte össze tudását, az ellenfelek között volt cseh, török, szlovák, szlovén és orosz nemzetiségű együttes. A mindent eldöntő megmérettetésre az Olmützi Színház Reduta termében került sor, az 5 fős nemzetközi zsűri előtt. A Kicsinyek kórusát Horváth Judit kísérte zongorán. A remekül sikerült fellépés után a zsűri döntött, 1 bronz, 11 ezüst, valamint 1 aranymedál került kiosztásra. A gödöllőiek végül a mezőny legjobb pontszámát felmutatva az aranyérmet hozták el. A kórus karvezetője, Somogyiné Kovács Andrea kezdetektől fogva a gyerekek felkészítője, így nem csoda, hogy lelkiismeretes munkája eredménnyel párosult. A felkészülés ez tulajdonképpen egészen visszanyúlik már tavalyig, hiszen akkor vettünk részt Komlón a Nemzetközi Kodály Zoltán Fesztiválon, és ott olyan kimagasló eredményt ért el a kórus, hogy felvetődött ez az ötlet, hogy külföldön is meg lehetne próbálni. És tulajdonképpen a versenyprogramunk is részben az ottani műsorból tevődött össze. Hozzá természetesen tanultunk újakat is, és tulajdonképpen 2 éve készülünk úgymond
erre a megmérettetésre is. De szeptember óta pedig keményen dolgoztunk azért, hogy ilyen eredményt érjünk el. Nagyon sok kategória volt, legalább 18 kategóriában lehetett jelentkezni, vegyeskarok, ifjúsági vegyeskar, kötelező művel, kötelező mű nélkül, pop jazz kategória. Mi a B2-es kategóriában, az óvodás kortól 12 éves korig kategóriában értünk el aranydiplomát és első helyezést. A nagyszerű sikerrel záruló versenyt követően a szereplők változatos programokon vehettek részt. Idegenvezető segítségével felfedezték Olmütz nevezetességeit, többek között a magyar vonatkozással bíró Szent Vencel katedrálist, ahol 1469-ben Mátyás király cseh királlyá választották. Nem születhetett volna meg ez a nagyszerű eredmény a Nemzeti Tehetségprogram, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Gödöllőváros Önkormányzata és a Szülői Közösség támogatása nélkül.